Hatan vertek agyba főbe, szó szerint félholtra egy férfit Szekszárdon. A támadás hátterében kábítószeres üzlet állt. Az ügy már bíróság előtt van, az elsőrendű vádlott pedig a meghallgatásán többször is önellentmondásba keveredett. Itt, Szekszárd központjában történt a brutális támadás még 2019-ben. A fiatalokból álló két társaság az innen néhány méterre található szórakozó hely előtt szólalkozott össze. Az elsőrendű vádlott most azt mondta, kábítószert akartak venni a későbbi sértettől, aki viszont nem adott nekik. Emiatt tört ki a verekedés. Neki kezdte elütni. A kegyetlen támadás csak 1-2 percig tartott, de ez idő alatt súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett a csoportosan bántalmazott fiatal férfi. A fejét ért ütésektől megsérült a koponyája, és agyzúzódást is szenvedett. Emellett pedig az állkapcsa úgy eltörött, hogy meg kellett műteni. Az elsőrendű vádlott most többször ellentmondásba került azzal, amit korábban a rendőrségen vallott. Mindegyik azt kiabálta, hogy engedjetek el. Ezután jött a csattanás. Mikor Bence elesett, majd mindenki futni kezdett, és mi visszaszaladtunk a kocsihoz. Tehát itt úgy tűnik ebből a csattanásból, hogy nem tudja, hogy mitől esett a földre. Jó, tehát azt a vallomást tartja fönn, amit most mondott. Az ügyben most nem született ítélet, a bíróság ugyanis tanúkat és több vádlottat is meghallgat majd. A támadók szabad lábon védekezhetnek.